Mielőtt rátérnénk a hosszelvény pályabefektetésének megoldására, szükséges, hogy megismerkedjünk a három fő munkarész, így a helyszínrajz, hosszelvény és keresztelvény munkarészek összefüggésével, honnan, hogyan kapunk adatokat. A képernyőn most láthatunk egy olyan úttervező programot, ahol ez a három fő munkarész, a helyszínrajz, a hosszelvény és a keresztelvény külön ablakban fut, de természetesen az ablakokban történő változások a másik ablakban is láthatóvá válnak. A helyszínrajz után nézzük akkor a hosszelvény és a keresztelvény összefüggéseit, hiszen most ezen van a hangsúly. Mi történik akkor, hogyha a most berajzolt pályavonal, amely ugye áll egyenlejtésű szakaszokból, 3,6 és 7,7 százalékos emelkedőkből, és áll egy lekerekítő ívből, hogyha ezt a pályavonalat módosítjuk, milyen hatása lesz ennek a keresztelvényekre, illetve itt alul pedig a földtömeg eloszlási ablakban láthatjuk, hogy a földtömeg eloszlásra milyen hatással van. Tehát, ha most a hosszelvény ablakba megyünk, legyen a hosszelvény ablak az aktív, és kijelöljük a második főelemet, a második egyenlejtésű egyenest, megjelent két fogó, egy köralakú és egy négyzet fogó. A köralakú ablak tulajdonképpen azt a pontot mutatja, amely pontnak a magassága itt a megjelenő ablakban látható 307,56, az esés-emelkedő érték, ami megjelenik itt fent a keret részben is, az 7,7%. Ahol most a hosszelvényben látunk egy sárga függőleges ordinátát, az a szelvény látható itt jobb oldalt a keresztelvény ablakban. Módosítsuk meg most ezt a ebben a szelvényben a magasságot méghozzá úgy, hogy a hosszelvényben a második főelemetnek a magasságát megemeljük. Emeljük meg 20 cm-rel. 307,56 helyett 307,76 legyen a magasság. Ezt fogadtassuk itt el hosszelvényben. Majd menjünk rá a keresztelvény ablakban, látható, hogy itt úgy érvényesült a módosulás, az előbbi plusz 0,22-es érték, az most plusz 0,42-re változott. Nézzük meg, hogy hogy változott a földtömegeloszlás. Látható, hogy az előbbi körülbelül kiegyenlített vonal földtömegeloszláshoz képest most 770 köbméter hiányunk keletkezett. Vagyis a lényeg ennek a tájékoztatónak az, hogy bemutassa, hogy milyen hatása van a hosszelvény pályavonalának módosulása a keresztelvényekre, illetve a földtömeg eloszlásra. Hogy is keletkezik a földtömeg? Ehhez nézzük meg azt a mintakeresztelvény rajzot, amely mintakeresztelvény rajzot majd mindenkinek a saját feladatában alkalmazni kell, beillesztve saját keresztelvényeibe. Milyen jellemző méretei vannak a keresztelvénynek? Ugye vannak a szélességi méretei, burkolatszélesség, patkaszélesség jobbról balról, ugye 1-1 méter, a kettő összege burkolatszélesség plusz patkaszélesség, a koronaszélesség, illetve van egy nagyon fontos vonal, mégpedig, ami most sárga szaggatottan látható a tengelytől jobbra és balra, ez az úgynevezett kiegyenlítő földműszint vonala, és ennek a szélességi méretét mutatja a K-vessző érték. Így akkor mindjárt rá is térhetünk arra, hogy milyen fontosabb szinteket különítünk el itt a mintakeresztelvényben, illetve ezek a szintek meg is jelennek majd a keresztelvények munkarészben is, azáltal, hogy beillesztjük majd ezt a keresztelvény rajzot, ami gyakorlatilag megegyezik az előzővel, csak itt a bemutatott rajznál ki van részletezve, hogy milyen fontosabb méretei vannak ennek a mintakeresztelvénynek.
A tengelyben értelmezzük a pályaszintet, és ennek a szintnek a magassága van ábrázolva a hosszelvényben is, a hosszelvény pályavonala tulajdonképpen ebben a keresztelvényben kijelöli ennek a pályaszintnek a magasságát. Az alatt lévő vonal pedig a kiegyenlítő földműszint vonalát mutatja be, amely kiegyenlítő földműszintnek az elhelyezkedése, távolsága a pályaszinttől attól függ, hogy a jobb és a bal oldalon látható módon, hogyha a szaggatott sárga vonal mentén a földmű elkészül, és elkezdődik a pályaszerkezet építése, amely indul a tükörvágással, mind a két oldalon, tükörvágással, akkor a tükörből kikerülő földből építhető meg mind a két oldalon a patkának a földtömege, miközben a pályaszerkezet épül ebbe az úttükörbe. Általában makadám pályaszerkezeti rétegek épülnek, zúzótkő pályaszerkezeti réteg fog majd épülni, és ez a függőleges kialakítás azt a célt szolgálja, hogy a zúzótkő pályaszerkezeti rétegek építésekor, vagyis tömörítésekor oldal megtámasztást adjanak a rétegeknek. Ha most itt ezek után fölmegyünk az e fölött lévő rajzra, ezen jól látható, hogy kapcsoljuk is ki a műszervényt, jól látható, hogy tulajdonképpen az előbb bemutatott programban, mert mindjárt vissza fogunk térni, hogyan számolja maga a program a bevágási és a töltési területeket. Tehát keresztszelvényenként bevágási és töltési területeket kell számolni. Látható, hogy a kontúrja a területnek bevágás esetén a földműszint, ami az előbb ugye szaggatottal volt, ez most folyamatos, az árok, a bevágási rézsű és a humuszszintnek a vonala. A töltési oldalon pedig alul a humuszszint, a töltési rézsű és a földmű, a határoló vonala a töltési területnek. Hogyan lesz a keresztszelvény területekből földtömeg? Ismerjük a keresztszelvények egymástól mért távolságát, a két egymás utáni keresztszelvény terület, mármint mondjuk töltési terület, két egymás utáni keresztszelvény töltési területének az összege osztva kettővel szorozva a szelvények közötti távolsággal, illetve majd a földtömeg számításnál ezen a képleten kicsit módosítunk a táblázatos adatkezelés miatt. Ugyanígy a bevágási földtömeg esetén is. Jó, tehát így történik a keresztelvények területének meghatározása, illetve a földtömeg kiszámítása. Ha most visszamegyünk az előző rajzra, és itt egy kicsit belenagyítunk a hosszelvénybe, és megjelenítjük az adatokat, akkor láthatjuk, hogy a kijelölt szelvény az a 3 plusz 89, 68, látható itt is. A terepszintje ennek 311,86, 311,88, 88, a pályaszint 312,30, 312,30, a töltés mérője pedig 0,42, itt is 0,42. Hol jelenik meg ezen a rajzon, keresztmetszeti rajzon a földműszint, ehhez egy kicsit belenagyítok a keresztszelvénybe, itt barna vonallal jelenik meg, az pontosan az a kontúr, ami előbb a hosszelvény az autókedrajzon lehetett látni, ami mint a keresztszelvényen a földműszintnek a kontúrja lesz, tehát a terület meghatározás, amely itt látható a jobb sarokban, bevágás 9,9, töltés pedig 10,1, 10 négyzetméter, pontosan mutatjuk ki a területet, így az egymás után következő szelvények területeiből és a szelvények közötti távolságból földtömeget számolunk. A földtömeg eloszlási diagram pedig úgy keletkezik, hogy rendre a keletkező hiányok és feleslegek előjel helyes összeadásából alakul ki ez a földtömeg eloszlási görbe,
hogy a felesleget pozitív előjellel vesszük figyelembe, a hiány pedig negatív előjellel vesszük figyelembe, ez egy kumulált görbe lesz itt. Tulajdonképpen itt az látható ezen a görbén, hogyha a nullát jelentő vonalat átmetszük, a két ilyen átmetszés között föltömegkiegyenlítésünk van, tehát a felesleg folyamatosan elfogy a keletkező hiányok következtében, és így tovább. Jó, visszatérve az előző abrakra, és a műszervény behozva, még egyszer, akkor zárásképpen, ugye ez lesz az a mintakeresztszelvény, amelyet majd mindenki a keresztszelvények munkarészbe az egyenes szakaszoknál egy az egybe így be tudja illeszteni. Mitől függ, hogy hova illeszti be? Attól függ, hogy a hosszszelvényben, amelynek a pályabefektetéséről lesz majd szó, az szerint abban a szelvényben a pályavonal milyen magasságban fut. A szerint kell majd beilleszteni. Ez a tájékoztatónak ez lett volna a lényege. Köszönöm a figyelmet!